Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit. Hát, lassan egy 10 napja nem volt videó. Mi is történt? Mi lett az aktivitással? Mi lett a szerverrel? Ugyanis nem feltétlenül foglalkoztam most vele. Na, térjünk ki akkor elsősorban erre a szerverre. Hát, srácok, picit elment a kedvem ettől az egésztől. A suli az, tehát az nagyon-nagyon lefáraszt. Ugye reggel 5-kor kelek és délután 5-kor érek haza. Kérdeznétek, hogy miért nem vagyok koleszos. Ugyanez lenne a vége, szóval mindegy. Így jobb, hogyha hazajárok. Eléggé lefáraszt ugye ez az egész dolog. És így hétközben egyáltalán nincs dolgom a... Tehát nincs időm a szerverre foglalkozni. Sajnálatos módon. Viszont hétvégenként is most már úgy vagyok vele, hogy tehát most vagyok a második hétvégén ugye sulinál, és most ültem ide elsőnek gépezni, tehát egy tizen akárhány napja igazából még gépezni se gépeztem, mert egyszerűen nem hiányzott, nem tudom ez hogy volt, de nem hiányzik, tehát inkább van az, hogy hazajövök suliból, tanulok, megcsinálom a dolgaimat, és úgyis igazából inkább átmegyek edzeni. Mert valahogy ez jobban megmozgat engem, személy szerint. Na most ugye Reloadzó koleszos hasonlóképpen van, neki sincs semmi ideje. Tehát péntektől van ideje vasárnap 5 óráig foglalkozni a szerverrel, a csapattal, és ugye ő egy csapatvezető. Szóval neki sincs igazából sok ideje. És egy tudok felhozni mentségünkre, de viszont az a furcsa srácok, hogy eltűnt a régi dolog, tehát most már nincs az, hogy szar a szerver, nincs az, hogy tele van buggal, és egyszerűen még így is játszatok rajta, tehát furcsa az, hogy nagyon sokan vannak, akik nem érnek rá, de még így is van, hogy felnézek és 50 játékos van fent suli időszakban, amikor nagyon sok ember nincs otthon is. És jön a kérdés, hogy akkor van ez? Tehát, hogy én most elmondom nektek őszintén, hogy nagyon sokszor azt gondoltam, hogy abba hagyom a YouTube-ozást is, és a szerveresdit is. Aztán jöttek az olyan kommentek és az olyan emberek, akikkel igazából el tudtam azon gondolkodni, hogy ameddig ez így megy, és jól megy, kicsit még megpróbálom oda tenni magam én is, addig fölösleges abba hagyni, mert igazából ennek csak gyümölcse van. Tehát jelen esetben én most a szerverből semmit se szívok. Hamarosan lesz egy kitmap SOTV, és ennyi. Szóval nem tudom, most kifejezetten nagyon jól érzem magam ez ügyből, hogy most tényleg nincs probléma a szerverrel, semmi ilyesmivel nincs probléma. Szóval tényleg srácok, de ha valakinek problémája van esetleg rangvásárlás vagy ilyesmivel, akkor ezt kérem, hogy jelezze a komment szekcióban. Van egy e-mail cím, nyugodtan írjon nekem e-mailben. Na és akkor sulis dolog, hát az is nagyon-nagyon fárasztó. Nagyon-nagyon. És ugye a kettő ez így valamilyen szinten összefügg, de azt mondtam, hogy mivel eléggé így most elszakadtam ettől a gaminges, gépes világtól, úgy egy picit így szüneteltem, mondom egy tizenakárhány napot géphez se ültem, és nagyon jól esett, hogy leszarhattam az egészet. Tehát annyi hasznos dolgot tudtam csinálni az az idő alatt, amit nem itt töltöttem, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Szóval annyit tudok nektek is mondani, srácok, minden kedves nézőnek, minden szilveres játékosnak, mindszeres játékosnak, akik nézik a videót, hogy srácok, rakjátok le a picsába a gépet, és menjetek ki. Menjetek el a szabadba, menjetek el játszani, menjetek el a haverokhoz, menjetek el mozizni, teljesen mindegy, ne bent legyetek, ameddig van rá lehetőség. Itt volt a korona, voltunk bent. Több hónapot, 3-4 hónapot, mert nem is tudom, mert nekem összefolytak a napjai, nem tudtam, hogy milyen nap van, nem tudtam, hogy milyen hónapot írunk. Úgyhogy ameddig van rá esélyetek, menjetek ki, menjetek szórakozni, menjetek edzeni, boxolni, minden ilyesmi, de ne bent legyetek a házban, könyörgöm, mert
valószínű, hogy most is be fog ütni a krak, és akkor megint ülhetünk hónapokat a házban. Ugyanis mostanában is, múlt héten is, ezen a héten is bezártak egy pár iskolát Pest, meg Mohácson is, szóval, hogy értitek, eléggé rottyos ez a helyzet, senki se tudja, hogy mi van úgy konkrétan, mert semmi olyasmit nem adnak ki. Szerintem amúgy ez egy nagy szar és egy nagy kamu fos, de mégis van valami valóság alapja. Biztos, hogy van valami is. Sajnos nem tudunk mi ez ellen mit tenni. Annyit szeretnék még így végszónak, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Hamarosan elérjük a csatornával a 4000 órányi megtekintést, ami annyit fog eredményezni, hogy kérdezték páram múltkor Discordon is, hogy lesz ilyen csatorna tagság, meg ilyesmi, és akkor elérhető lesz majd a csatorna tagság. Szerintem ilyen 200-500 ezer forintos díjba lesz, tehát ja, és azoknak az embereknek majd kitalálok valami faszakis dolgot. Nyilván ez ugye azoknak fog szólni, akik ténylegesen szeretnék támogatni a csatornát, de viszont nincs PayPal e-mail címük, hanem csak SMS-sel, mert ugye a Google-ön keresztül most már itt tudnak SMS-sel is támogatni, tehát telefonszámlával, szóval igen, ennyit szerettem volna, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, írjátok le a kommenteket a véleménybe, írjátok le a véleményeteket kommentbe, látjátok, el vagyok szokva most már ettől, hogy videózok. Furcsa, megmondom az őszintét, szóval, ja. Na, köszönöm szépen, sziasztok!